Május közepén Budapesten rendezik az úszó Európa-bajnokságot, és Magyarország a házigazda jogán kettő helyet 4 versenyzőt nevezhet számunként. Hadházi Dórának 200 pillangó megvolt a B-szintje, így várta a meghívót. A keret hirdetéskor kiderült, hogy a nyíregyházi úszónőre 100 pillangón és a mix vegyes váltóban is számít a szövetségi kapitány. Dóra edzője Urbin Tamás szerint arra is fel kell készülni a tanítványának, hogy világklasszisok között képviseli majd a magyar színeket a kontinens viadalon. Ez komoly teher lesz. Hát a 200 pillangón, már csak a magyar mezőnyt említem, egy 200 pillangón egy Kapás Bogi világbajnok, hosszúkatink olimpiai bajnok és a Jakabos Zsuzsa Európa bajnok lesz a másik 3 induló magyar, ami már magyar mezőnyben is egész kemény, komoly kihívás, viszont 100 méter pillangón, illetve a váltóba nagyon jó esélyekkel indulunk. Ott a legnagyobbak, mivel más súlyozott versenyszámba indulnak, a 100 pillangót most nem kérték, ez nekünk jó is lehet. A 17 esztendős úszónő a márciusi országos bajnokság előtt jó formában volt, érmet azonban nem sikerült szereznie a versenyen. Most az a célja, hogy elérje, sőt túl is szárnyalja az akkori szintet. A formám még nem az igazi, ugyanis az OB után egy másfél hetes pihenőt kaptunk, és most újból elkezdtük az a kemény munkát. Most még alapozós edzéseink vannak, de remélem, hogy jó lesz az EB-re. Szeretnék egyéni csúcs közelben úszni, de hogyha egyéni csúcsot úsznék, annak nyilván még jobban örülnék. 100 pillangón, hogyha nagyon jó időt sikerülne úsznom, akkor talán még a középdöntőbe is sikerül bejutnom, de ez minden ott fog eldőlni majd. Hadházi Dóra, Urbin Tamás és 7 másik nyíregyházi úszó társaságában május elején egy 10 napos edzőtáborba a törökországi Belekbe utazik. Mindenképpen az EB felkészülés volt a cél, illetve azt a 8 versenyzőt jelöltük erre az edzőtáborra az EMMI segítségével. Ugye 2 éve már volt lehetőségünk, ugyanoda menjünk vissza, bejáratott hely, nagyon jó körülmények, 10 pályás 50-esbe készülhetünk. Hogy az 8 srác és 3 lány, 5 fiúról beszélünk, akik a magyar bajnokságon érmes és pontos helyezést várunk tőlük, akár hosszú távúszásról, akár medencés úszásról beszélünk, de a fő cél itt az EB-re való felkészülés. Ezen a hétvégén Debrecenben állnak rajtkőre a nyíregyházi úszók. A Delfin korosztálytól kezdve a felnőttekkel bezárólag több mint 40-en utaznak majd a Hajós Alfét Klub a soron következő állomására.